Sziasztok srácok! Üdvözöllek titeket a Dokkan Battle japán verziójának az első részébe. Hát már nagyon jó ideje ígérgettem, hogy megcsinálom a videót, de aztán mindig halasztottam, és így tovább, de most úgy voltam vele, hogy most már itt az ideje megcsinálni, úgyhogy igazából egy kis csapat bemutatás lesz, hogy milyen csapatjaim vannak, meg igazából lapok bemutatása, készletek, hogy mik vannak raktáron, itemek, stb. Szóval egy első részre egy ilyet terveztem, ez a team, ez már nem tudom, hogy miért lett összerakva, ezt majd szétszedjük. Itt van egy LRS-es néni duós team, mert kihúztam a lapot, sikerült kihúzni. Úgyhogy itt van egy úgymond, hát GT team, inkább annak mondanám. Ezt az egyik Elzához raktam össze, mert még azt hiszem az SSC Goku Elzához, az még nincsen készem. Sajnos. Itt van egy... Hát... Talán ezt Universe Survivor-nek használtam, de mondjuk benne van szel, szóval nem tudom. Így most. Lehet, hogy... Hát nem hiszem, hogy Kamehame. Akkor nem UI lenne a leader. Vagy Muai. Itt egy lila csapat. Monopurple, se tudom miért hoztam létre már, de lehet, hogy ilyen SBR miatt. World Tournament-re kétlem, hogy ezt használtam volna. Szóval ez nem tudom. Ez van World Tournament-re. Itt egy SSC4 team, ami a... Nem tudom így hirtem, mert japánul van, ilyen nem tudom, hogy mit boostol. De a fő első lidere, és itt van a God Duo, őt is kihúztam, és ő is az elsőt pusztolja. Vannak itt is egy Planet Namek Saga team, még folyamatban, mert még nincs kész. Egy Boo Saga csapat, ahogy látom, de még ez sincs kész. Vegeta Family? Igen, biztos, hogy Vegeta Family, csak nem tudom miért Ellery Wall a leader. Ez az EZA-hoz kellett még a Goten Trunks Gohan EZA-hoz. Ez pedig Goku Family, talán, azt tippelném. Ez egy random... Ja igen, ez Goku csapat, ez pedig Vegeta csapat. Nem Vegeta csapat, de Vegeta csapat. Vegeta csapat úgymond, mert Gokuk is vannak benne, csak hogy... A izéhez kellett még egy eventhez, 7. évfordulón. Szerintem ez is szintén ahhoz kellett, és innen már nincs. Hármasban még talán van egy csapatom, igen, amin ez a... Hát úgymond GT-s csapat szerepel, itt meg van egy God Goku-s. Majd rakunk össze jobb csapatokat is, de most menjünk vissza a fő csapatunkra. És igazából megmutatom akkor a lapokat. Kezdjük a Legendary-kkal. Hát, van egy pár, igen. Ezekből már lehet jó csapatot összekombinálni, hogyha megnézi jobban az ember. De tényleg, nem kis munka volt őket összeszedni. És ha van egy ilyenem is, csak még nem raktam teambe. Mondjuk Juni 11-be illik, de talán Juni Survi szágába is biztosan. Oké, és akkor menjünk az UR-ekkel tovább. Hát igen, van még itt Legendary, csak még nem nincsenek dokkánolva. De folyamatban vannak azok is persze. Vannak ilyen lapjaink, ilyenek, SSC4, bú. Ott van a God Vegeta is, aki Elzát kapott, csak még nincs dokkánolva. Aha. De ennyi van, mert SSC4 Gogetánk is van, SSC2 Gokunk is van. Csak annyi, hogy Japánon több. Majd potenciálok később. Itt van egy ilyen bú is, egy SSC4 Goku, egy Transform Trunks, egy Majin Vegeta, ami még jó használható lehet. Akkor itt van egy Trunks and Mei, az is használható, egy Evolution Blue Vegeta, egy 2 dupos, Metal Cooler-t is ki kéne lassan, ugye van itt azért, itt is tendő, ez a Freeza is azért használható, 2 dupos, nem is rossz. Úgyhogy UR lapokból igazából ennyi, most inkább itemeket néznék meg, hogy mi van, de hát ezekből szokásosan sok van, planetekből se állok rosszul, hogy azt mondjam, Awakening medál is van, van jó, hát van, amit gyűjteni kell, de ezt csak így átugrom, mert ez sok ez a medál. Esélyen Gogeta sincs meg. Aha, zöld. Szóval, igen. Itt vannak special strikerek, minden olyan egyéb, kihez, mihez használható, akkor van special striker, ez a fajta,
support itemek, abból ugye főleg a Whis, az Icarus, a Princessnek is az Android a legjobb, meg egy-két ilyen. És ugyanarra nyomok rá? Nem? Support memorik, ez hogy mennyi van. Majdnem, hogy majdnem mindenből maxon vagyok, kívül van narancsárga, de hát ez nem akkora probléma. Akkor... mi annak a neve? Mindegy, Rewrite News, most ez lesz a neve. Ezt nem is tudom, hogy lett. Dokkan Fest, coinok, de azt majd megnézzük jobban részletesebben. Hú, hát ebből is van egy csomó Hidden Potential, az elvalók, orbok. És hát igen, kulcsokból sincs kevés, meg van egy-két tiket, meg húsok is vannak. Most inkább itt nézném meg, hogy éppen mi elérhető. Ezt mondjuk megveszem. De amúgy itt is jól állunk, akkor Gregory-ból van. Zeniből van. Szem Herkule is mehezáza van, szóval az se kell. Tehát ebből nincs, ebből van egy kicsi, ez jó lesz későbbre, ez is jó lesz későbbre, úgyse tudunk most venni. Ez is jó lesz, majd még ez is jó lesz még, ebből nincsen, ebből sincs. Ultimate-es medálból ennyi van, de most őt maxolom, vagy de lehet ő lesz, meg nem tudom. Jó, meg ő sincs kivéve, akkor majd őt is kivesszük. Azt hittem én pedig már ki van véve. Ó, és innen lehet az ez a medálokat kiszedni. Ez de menő! Ezt majd szedem, akkor globálom. És hát majd tartalékolunk rá, mert kell. Ebből is azért annyi van, de legalább van. Ebből is azért van, de nem költök feleslegesen. Dokkan Fest Coin... Na ne! Kaioken! Most nézem először a shopot. Ne! Jó unitok vannak benne. Jó unitok vannak benne. Nem szabad, de még érünk. Nem viszel a kísértést minket. Akkor... Hát... Van egy pár. És a tiketekből semmi igazából visszajövök ide. Hát, nagyjából más nagyon nem tudok igazából mit mutatni egyelőre. Úgyhogy így néz ki egyelőre a japának, aztán majd a későbbiekben is lesznek videók. Úgyhogy majd találkozunk. Sziasztok!